a The Pontiac zenekar videoklipjét láthattuk, illetve session klipjét, amit hallgatva tényleg csak az jutott eszembe, hogy erre a zenére szerelmesnek kell lenni, nem? Hogy olyan igazi, olyan fájó pillangok a gyomrodban, és jaj, de szerelmes vagyok. Hát, szerelmes vagyok. Itt is van velünk a zenekar, három tagja, mielőtt még teljesen szerelemben. Sziasztok! Jókat mondtam? Nagyon jókat. Tetszett? Ezt a hatást vártátok, hogy fehér esküvői ruhába öltözött lányok itt bekönnyeznek előttetek? Mi van veled ma? Mindenképp nagyon köszönjük. Ugye most vagytok nálunk először itt az M2 Petőfi TV-n, másfél éve tavaly márciusban alakult a zenekarotok. Hogy kell elképzelni a kezdeteket? Hogy alakult a banda? Mindennyian jó barátságban voltunk már, mielőtt kitaláltuk volna, hogy elkezdünk együtt zenélni, tehát megvolt az összes közös program, ami négy srácnak kell, hogy legyen. És akkor egyszer csak kitaláltuk, hát miért nem próbálunk meg együtt zenélni, és akkor Petivel jöttünk össze először, otthon nálam akusztikus gitárok, dal próbálgatások. Mert hogy mindannyian zenéltetek valahol, csak gondoltátok, hogy akkor esetleg együtt is meg lehetne ezt próbálni? Hát lényegében igen. Hát igen. Olvastam veletek egy interjút, ahol azt mondtátok, hogy szeretetek volna egy olyan bandát, ahol úgy igazán el tudjátok ereszteni a fantáziátokat, és kreatívan meg tudjátok ezeket valósítani. Ez létrejött? Ez volt a... Szerintem igen, mondhatom így, most így csak hárman vagyunk, de szerintem minden négyünk nevében, hogy ez létrejött, mert tényleg ilyen kompromisszumoktól mentesen tudunk dalokat írni, és tudjuk megvalósítani azokat a dolgokat, amiket alapvetően lehet, hogy eddig nem tudtunk, vagy nem is tudtunk róla, hogy meg tudnánk. De jó dolgokat hoztok ki, akkor egymásból is, nem csak belőlem. Szerelmes pop blues. Egyébként tényleg viccet félretéve, hogy műfajilag hova lőnétek be magatokat? Ez a pop blues, ez helytálló lehet? A szerelmes szóval esetleg kiegészítve? Szerintem helytálló, a fiúk azok nagyon nagy blues rajongók. Azt kimondhatom, én inkább kicsit keményebb vonalat próbálok képviselni. Csak húzod az ütemet a háttérben. Húzom az ütemet, igen, és próbálom kicsit keményebb műfaj felé terelni őket, itt-ott, kicsit ilyen grunge-os vonalat belevinni, de aztán Petinek nagyon lágy a szíve. De hajlotok erre? Igen, mennyire vagytok fogni mindenképpen. Ami jó, az jó ment, hogy minden jó ötletet szívesen látunk, úgyhogy ha van nektek is egy pár, akkor azt is. Nem kell ennyire elvinni ebbe az irányba a történetet, tehát nyugodtan tolhatod itt a keményebb vonalat, hajrá, én veled vagyok. Mennyire nehéz összeegyeztetni? Ugye mindannyian játszotok más zenekarokban, más együttesetben, mégis azért azt látom rajtatok, hogy ez tényleg egy ilyen kis önerőből szerelem gyereketek. Ilyenkor nem is azt mondom, hogy tudatosan, de azért az embernek kialakul egyfajta prioritás, nem? Ami gondolom a The Pontiac mindenkinél. Hát mindig próbáljuk megtalálni az időt arra, hogy ezt a zenekart is, amellett, hogy a többit is nyilván teljes erőbedobással csináljuk, de mindig próbáljuk megtalálni az időt arra, hogy tudjunk kreatívan dolgozni ezzel a zenekarral, dalokat írni, csinálni a háttérmunkákat, úgyhogy igyekszünk. Ugye az imént láthattunk tőletek egy zenei videót, hogy még az igazi klipnek nem jött el az ideje. Lesz egy jó The Pontiac klip? Ugye közeljövőben várhatunk ilyesmit? Hát a közeljövőnek mondjuk a következő fél év számít, akkor biztosan én ilyen március gondoltam, a srácok nem tudom mire. Én arra, hogy akkor lenne valami. Húzogatják a szemöldöküket, ha engem kérdezzel most. Hát február 28. Április, május, július. Jövő év eleje. Igen. Akkor most mi van a prioritásban? Dalokat írtok, és esetleg jön az első album? Igen, télen szeretnénk, most dalokat írunk mindenképpen, és télen szeretnénk felvenni az első ilyen nagy Pontiac összefésülős lemezt. És mi a helyzet a koncertekkel? Hogy telt, illetve még hogy fog telni a nyaratok? Meg ugye ősz, jön az ősz, klubkoncertek, telik a naptár? Hál' Isten, igen, a nyár az nagyon jó volt, megfordultunk pár fesztiválon, nagyon jó bulikkal zártuk a nyárnak az eddigi részét. Augusztusban inkább a dalírásra koncentrálunk, ahogyan a Barni is mondta, és szeptembertől lesznek klubkoncertek. Először is szeptember 8-án a Trip hajón játszunk itt Budapesten, de mindenkit szeretettel várunk. Utána megyünk Békés Csabára, mindenhova. Nincs hát akkor járjátok az országot. Igen, igyekszünk. Nagyon igen. Szépen köszönjük, hogy eljöttetek, gyűjtsétek a csillogó szemű szerelmes lányokat. Köszönjük szépen.